Szia emberek, amiről szólsz, ez pedig újabb fehérje teszt, srácok, mert megjött a fehérjém. Ez Impact White Protein, nagyon a banán flor. Szóval ez tomáfló mit jelent? Flor, nem tudom mit jelent. Ugye sima, natur, vagy úgy értek, természetes. Úgy vagy csak natúr, több rendés is van, de itt természetes banán ízt jelent. Nem tudom mennyire természetes, már itt a mondat, ami banános volt tényleg, mert azt mondták, hogy tényleg banános volt, nem csak ízű. Na, kóstoljuk meg igazából. Tudni valók. Van benne 4,49 g zsír, energia 170 kalória, azt mondja, protein 77 g, több van benne, mint a gyátlakba. Só, úgynevezett 25, van egy protein terméke. Szóval gluten free, gluten mentes, elvileg azt írja, hogy gluten free, vegetarian szólítom. Hogy vegetáriás is. Vegetáriások alásá, vagy valami ilyesmi, itt van egy ilyen vegetárián, azt tudsz. Szóval, mondjuk ez köztöljük meg, mert azt el kell mesélni, képzeljétek el, hogy olyan hülye voltam, az én hibám volt, hogy nem tudtam, vagy rosszul rendeltem, véletlenül rendeltem egy ilyet is, ez egy sima, ízetlen protein, sajnos ezt megrendeltem, nem gondoltam volna, hogy vissza elkezdtem törölni, és akkor ugye nem sikerült a törlés, és ezért ezek a iszkomat meg kifizetni, hogy elhozták már ezért. Na mindegy, el is elfogy. Hogyha ezt már meguntam, akkor majd, vagy váltogatom majd. Na akkor én keresem a... Itt van kanál, szép kanál. Márkosnás kanál, egy, hogy hívják, egy ilyen adagnyi, meglátjuk, hogy mennyire válik be ez a cucc, mennyire lesz jó, keverjük össze, majd szép színe az már megvan, ilyen banános színe van már, meg kíváncsiak, hogy mennyire banános színe van, mennyire milyen sárga, azt rohadt. Ebben nincsen üze valami. Mindjárt ezt megnézem, hogy nincs benne olyan színezékszar. Mixed protein. Ebben nincs. Azt hiszem, nincs benne olyan színezéklószarok. Azt mondja, utálom a színezékes, fúj! Annál rosszabb nincsen, gyerekek. Na nézzük, kóstoljuk meg. Olyan sárga színe van, mint ilyen... ilyen... hogy jelkezd, ilyen... ilyen húgysárga színe van, de... jöhet a nagyon jó. De finom. Aztán mindét neki. Elég finom. Elég jó banán íze van, és eléggé... és jó, és még jól is oldódik. Várjátok, srácok, megmutatom, hogy mit kell néznek, hogy mi a... nem látjátok, kicsit jobban megbillentem. Így, ezt látjátok ti is, hogy milyen. Megmutattam azért... szóval egy elég finomnak tűnik a... hogy hívják, ja, lehet, hogy mondjuk ebben jobb is kell, mondjuk lehet, ha még csak akarom, hogy hülye vagyok. Több fejre is kell be, vagy több, hogy jobban íze, jobban finom legyen, de... Vagy az én érzékem tényleg, vagy nézem pedig benne a banán íz. Hangyán, de lehet érezni,
banánnak az ízét. Az a baj, hogy hol vele lehet érni a banán ízét. Szóval jó ez a termék, jó az érezhető a banán íze, de ilyen picit halvány, de ez sem rossz, mert mondjuk a túl banás, akkor meg az a baj, de ez olyan közepes, tök jó szerintem. Meg lehet inni, tényleg azt mondom, hogy azért jobb, mint a mondjuk egy biotekucsás, nem tudom, egy vanília, ahhoz szóval az a legrosszabb. De viszont nem jobb a... Igen, egyszer bemutattam talán azt a ilyen szürke zacskós volt, kb. Ugye ekkora egy kilósba, és sok erősebb banánize volt, de ahhoz képest az eltörpült, de finom. Pedig az nem azt mondom, hogy rossz, hanem finom. Kutyák, hogy nem érzem. Lehet, hogy kevésbe ejtettem bele. Basszus kutya. Lehet, hogy egy kanál és egy fél kanál. Hát lehet, azt kéne majd. Valahogy kitapasztom, aztán majd kiteszteljük továbbra. Így is finom, amúgy elég jó. Az érzékem gyengébbek is, nem érzem rendesen, de érzem csak a halványa, értitek? Szóval ez az egy gond, hogy halvány érzhető benne a banán íz, de majd elkóstoljuk még azt is, ami azt hitek, hogy banán, mert természetes banán volt. Lehet az jobban lehet érezni, vagy lehet, hogy a műjobb mizé lesz, nem tudom. Meglátjuk, majd ott is rendelek majd, most már. Mert most úgy gondolom, már potén egy pár fajtáját azért bemutatom. Hogy legyen azért egy halvány sejtés, hogy milyen a biotekúsást, vagy a... Bocsánat, nem biztos, hogy a mely proteines termék. Én nagyon meg vagyok, hogy mindig azon nagyon jó felszívül és nagyon finom. Bocsánat, fejéket gyárt. Ízitek akkor, hogyha ezek is ízlik, ez a protein ízik nektek, akkor vegyétek meg, kóstoljátok meg. Elég jó, jó ár volt. Az ára az, azt hiszem 6000 forint volt, és 7000 volt ugye kiszállításra együtt. Azért nem is olyan sok, és kapsz egy kilós ilyet. Úgyhogy ez nem megéri megrendelni. Van lehet egy nagyobbat rendelni, kicsit az drágább, azt hiszem az 11000 forint egységárba. Úgy emlékszem, vagy 12, már pontosan emlékszem. És az is azt sem rossz amúgy, hogy több rendben metek, vagy kevesebbet. Hogy kipróbálom ezeket a terméket, meglátjuk, hogy melyik fog igazán úgy bejönni. A vanília az úgy bejött, csak már végig már untam, de meglátjuk, hogy mi lesz a vége. De a vanília szerettem volna. Ha akarjátok, kóstoljátok meg ezt a jó kis terméket, szerintem elére megtermék. És ha tetszett, akkor vigyakoztok fel, az asszia emberek.